A nyúl azért nem igényel mondjuk annyi időt az állattartótól vagy a családtól, aki mondjuk befogad egy nyulat, mint hogyha ez mondjuk egy kutyus lenne, de azért minden állat meghálálja az odafigyelést, és hát az is kérdés, hogy neki milyen szerepe lesz a családban, nyilván mindenki nagyon fogja szeretni, de hogy majd kivégzi a róla való gondoskodást, ki fog mondjuk takarítani az állat után, ki fog arról gondoskodni, hogy mindig megfelelő táplálékot kapjon, tehát ezeket a feladatokat a családban érdemes elosztani, mint ahogy hát arra is fel kell készülni, hogy mi van akkor, hogyha mondjuk a család elmegy nyaralni, akkor ki gondoskodik az állatról. Nyuszi az tud egy családtag is lenni tulajdonképpen, nagyon sok családban, ahol nyulat tartanak, úgyis tekintenek rá. Igazából nagyon hálás jószág, az emberek szeretik a nyuszikat, barátságosak, jól el vannak a gyerekekkel is, úgyhogy nem véletlen, hogy a nyúl, mint ilyen kedvelésből tartott állat, elég népszerűnek számít.